Három mérkőzésből három győzelem a kék cápák idei mérlege, ráadásul a legutóbbi fordulóban a veszély otthonában nyert rangadót a Nyíregyházi gárda. Persze a bravúroknak akkor van igazán értékük, ha a csapat hozza a kötelező győzelmeket is. Vasárnap egy ilyen kategóriába tartozó találkozó vár Tóth mivel a tabella hetedik helyén álló Budapesti Honvéd érkezik a kontinentál arénába. Persze a meccset nem lehet egy pillanatig sem könnyen venni, mert egyrészt az ellenfelek különösebb nyomás nélkül lépnek pályára Nyíregyházán, másrészt pedig a fővárosiak legutóbbi mérkőzésükön 8 győzelmet arattak, de ezzel tisztában van a Blue szakmai stábja is. Készülünk főleg ennek a honvédnek az agresszív érekedésére, illetve abból a gyors letámadásukra. Próbálunk erre felkészülni, illetve próbáljuk a saját játunkat játszani természetesen, hiszen, hiszen a saját játszunk, akkor ez működni fog de remélem, hogy nem fog problémát okozni a Honvéd védekezése. Nyilván minden csapat ellen másképp kell készülni, illetve minden egy csapat más kondícióban van, és attól függ, hogy hogy tudjuk őket felőrölni, valamit csapatot már az első fél időn, csapatot csak a negyedik negyedben, Meglátjuk, hogy a Honvéd milyen állapotban van. Bazsó Bruno szerint eddig minden a tervék szerint alakul az idei évben. A szezonban közel 14 pontot és 8 lepattanult átlagoló kosere is bízik a hasonló folytatásban. Jó hangulat, jól tudtuk kezdeni az évet, meg tudtuk nyerni azt a két mérkőzést itthon, amit szerettünk volna, és utána még a harmadikat Veszprémbe, úgy gondolom, hogy ez bravúrnak mondható. Most már elkezdtünk készülni a Honvédra, és reméljük, hogy itthon meg tudjuk verni őket. Egy rohanós játékot játszanak, ha jól tudom, akkor 10 8 mérkőzést megnyertek, és megpróbáljuk igazából ezt a gyors játékot lelassítani, és kivenni a gyors indításaikat, szóval okosan kéne támadnunk. A 17. fordulóból egy meccset már csütörtökön lejátszottak, azon a MAFS 103-91-re verte a PVSK-t. A további párosítása következő Vasas Akadémia Veszprém, TF Budapest BKG prime ese, Salgó Tarján, Meafsz Miskolc, MTK Elit Basket Budafok és Baja Kőrös. A Hübner a Blue Sharks Budapesti Honvéd mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a költség Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.